A vártnál könnyebben nyerte a marosvásárhelyi VSK a Csészémi Fogsán elleni mérkőzést a férfi kosárlabda országos bajnokság 13. fordulójában. Kicsit akadózó kezdés után szinte állva hagyták az ellenfelet, és 87-58-ra hozták a találkozót. A sikert a jó védekezés alapozta meg. A férfi kosárlabda országos bajnokság 13. fordulójában 87-58-ra nyert a marosvásárhelyi VSK a Csészémi Fogsány ellen. Az akadózó kezdés után az első negyed végén szerzett két triplával leszakította az ellenfelét a hazai csapat, és az előny ezt követően már minden negyedben nőtt. A sikert elsősorban a nagyon jó védekezésnek köszönhetik a marosvásárhelyiek, miután csak 58 pontot engedélyeztek a vendégeknek. Egy nehezebb mérkőzésre számítottunk igazából, mert annak ellenőre Fogsának nem sok győzelme van ez idáig, elég szoros meccseket játszottak jó csapatok ellen, mint a Pitest mondjuk, vagy Konstanca, úgyhogy mindenképpen egy szorosabb meccsre számítottunk, örülünk, hogy ez nem következett be. Sánta Szabolcs szerint azért volt könnyebb a mérkőzést, mert könnyűnek tudták tenni maguknak. Őszintének kell lenni, igen, egy kicsit könnyebb volt, de viszont azért volt könnyű, mert nagyon jó volt a hozzáállásunk, nagyon jól kezdtünk, elsősorban védekezésben, támadásban voltak egy kis hibák, védekezésben az első negyedben 8 pontot kaptunk, ez nagyon sok mindent elmond a hozzáállásunkról. Amit terveztünk, az bejött. A mérkőzésen mind a 12 nevezett kosaras pályára léphetett, és Georgi Trif vezetőedző szerint egyikük sem okozott csalódást. Ez volt a harmadik egymást követő győzelem a marosvásárhelyi VSK számára, amelynek még két sikerre van szüksége a felsőházba jutáshoz. A következő mérkőzésük csütörtökön lesz idegenben a Csészé Vülcse 1924 otthonában.